Közel 20 éves múltra tekint vissza a paragrafus kupa, amelyen a közigazgatásban érintett szervezetek tagjaiból összeállított futballcsapatok mérik össze tudásukat. 5 évvel ezelőtt az országban egyedülálló kezdeményezésként a kupa válogatottja a görög-katolikus PAF válogatott ellen lépett pályára. Azóta minden évben találkozik a két csapat, idén Vásárosna mi adott otthont a mérkőzésnek. Foci meccsen sokszor többen összejönnek, még attól is többen, mint amennyien a templomban, de igazából szeretnénk a közösséget nem csak a templomban építeni, hanem a falakon kívül is. És hát azt hiszem, hogy ez remek alkalom arra, hogy itt az egyház a fiatalokkal találkozzon, meg hát nem csak, hogy találkozzon, mert sokan közülük az egyháznak a építői tagjai. A mérkőzés előtt a jogász válogatott még veretlennek vallhatta magát, ugyanis két döntetlen mellett háromszor ők nyerték meg a két csapat meccsét. Nagyon komoly erőpróbák voltak eddig is, minden mérkőzés nagyon szoros volt, tehát nem lehet azt mondani, hogy ne tette volna meg mind a két csapat a magáit azért, hogy megnyeri az adott mérkőzéseket, és szerintem izgalom is volt, és talán a szakmaiság is rendben volt, mert igyekezett mindenki jól futballozni. A hatodik találkozón megtört a jég, a görög-katolikus PAF válogatott ugyanis 5-1-re nyert, megszerezve első győzelmét a párharcban.